A La Manche csatorna mindkét oldalán nagy a feszültség. A Brexit után a halászati jogok körül kialakult vita a franciákat és a britteket is nehéz helyzetbe hozta. Mindkét ország halászai szeretnének megélni, de a jogokról döntő politikusok nem jutnak dűlőre. A Boulogne-sur-Mer-i kikötővezetője szerint érthetetlen, hogy miért viselkednek így a britek. Nem haragszunk a britekre, végül is ők a szomszédaink. Mindössze 40 kilométerre vannak tőlünk, de nem értjük a brit kifogásokat. Sokat veszítünk, mert lehetetlen minden hajó halászati múltját felmérni, és azt sem értjük, hogy a britek miért nem tartják tiszteletben a Brexit megállapodást, mondta a kikötővezetője. A Calais-i kikötőben úgy érzik, Macron elnöknek nincs más választása, szigorúbb határőrizetet kell bevezetnie. Tennie kell valamit a választásoktól függetlenül, meg kell védenie a népet. Nem hiszem, hogy különösebben boldog lenne attól, hogy szankciókat kell bevezetnie, de muszáj, mert a britek eddig nem reagáltak. A tengerész szerint a jelenlegi patthelyzetben mindenki veszít. Mindenki rosszul jár. A britek, a franciák, a halászok, a Calais és a Doveri kikötő is. Micsoda hülye helyzet. A csatorna mindkét partján úgy látják, a lehetetlen helyzetet minél hamarabb meg kell oldani.